Egy héten át az éjszakai járatok kivételével vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat a Madéfalvi és a Csíkszentkirályi vasútállomás között. Erre a csíkszeredai vasúti felüljáró bontása miatt van szükség, amit várhatóan június 19-éig befejez a kivitelező. A kora délutáni személyvonat érkezik a Madéfalvi állomásra. Az utasoknak át kell szállniuk a vonatpótló buszokra, amelyekkel Csíkszeredába szállítják őket. Ott újra vonatra ülhetnek. Az autóbuszokra nem kell külön jegyet váltani. A vasúti forgalom leállítására a csíkszeredai felüljáró bontási munkálatai miatt van szükség. Vasárnapig fogjuk lezárni, egész pontosan reggel 9 és este 7 óra között. Ezen a periódus során Csíkszentkirály és Madéfalva között autóbuszok szállítják az embereket tovább. Természetesen mindenki fel tud ülni az autóbuszra, aki már a érvényes vonatjegyet fel tud mutatni. Este 7 és reggel 7 között pedig lehetőséget biztosítva annak, hogy a tehervonatok is közlekedni tudjanak. A tervek szerint csütörtök estétől vasárnap estig, vagyis 16-a és 19-e között a felüljáró alatt áthaladó országutat is lezárják, a forgalmat a környező mellékutakra terelik. Ezért ebben az időszakban itt torlódásokra is lehet számítani.